Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Péter Falvi Attila, a NAI elnöke, egyetemi tanár. Hogy van ideje tanítani is? Hát az online oktatásban ez könnyebb volt, mert akkor a hatóságtól tudtam az órákat leadni, ha fizikai mozgás szükséges hozzá, akkor a budapesti közlekedés tekintve jó időt kell arra is, jó sok időt szánni, hogy odaérjek a Ludovikára, illetve hát Újpestre, a Károli Egyetemre, vagy a Szentkirályi utcába, a Pázmány Péter Egyetemre. Tehát sok időt vesz igénybe, viszont ezt szeretem csinálni, hiszen annak idején már eleve 1981-ben azért mentem le dolgozni Veszprémbe, hogy ott az államigazgatási főiskolának a Veszprém intézetébe talán könnyebb bekerülni oktatónak, és hát ez 86-ban sikerült is, és én azóta tanítok. De 86-ban még nem volt GDPR, akkor még más tanított. Akkor polgári jogot tanítottam, és egyébként nagyon is kedveltem ezt a tárgyat, hiszen olyan területekkel dolgoztam korábban is, amelyek a polgári törvénykönyvhöz kötöttek. Egyesületfelügyelet, kisajátítás, ezek, és hát külön szerettem az öröklési jogot is, amely nagyon logikus rendszer, tehát szerettem a polgári jogot oktatni, de adatvédelmi biztossá történő megválasztásom után már a sok jogszabályváltozás következtében nem vállaltam nyilván a teljes polgári törvénykönyv plusz az egyéb gazdasági jogszabályok naprakészségét, és így a szakterületen maradt a személyiségi jogok, adatvédelem, információszabadság. Egy laikus kérdés következik. Azt mindannyian emlékszünk rá, hogy ön adatvédelmi biztos volt. Mi az átjárás az adatvédelem és a GDPR között? Hisz a GDPR tulajdonképpen egy adatvédelem, nem? Igen, a lényeges különbség az az, hogy a korábban a GDPR előtt az Európai Unióban egy adatvédelmi irányelv működött, és az adatvédelmi irányelvnek, vagy az irányelvnek az a lényege az Európai Unióban, hogy az nem közvetlenül érvényesül a tagállamokban, hanem ahhoz a tagállami jogalkotást kell hozzáigazítani. Tehát a tagállami jogalkotás ugyanazokat a rendelkezéseket kell tartalmaznia, de nem közvetlenül az európai jog lesz a nemzeti jog része. És ez azt jelenti, hogy azért a tagállamok az irányelvet úgy építették be a saját jogukba, úgy harmonizálták, hogy azért maradtak lényeges különbségek. Például Magyarországon az adatvédelmi törvény az 1992-ben került elfogadásra, ez a bizonyos irányelv 95-ben, és ennek ellenére a magyar törvény szigora, és az a presztízse, amely övezte, Magyarország 2000-ben megkapta azt a minősítést, hogy a magyarországi adatvédelem megfelel az uniós szintnek, noha az adatvédelmi irányelv már akkor előírta, hogy a tagállamokban adatvédelmi hatóságoknak kell működni, és a hatóságoknak rendelkezniük kell bírságolási joggal is. Magyarország, miután az ombudsman modellt választotta 92-ben, az ombudsman pedig nem hatóság, ahogy Göncöl Katalin, egy korábbi görög ombudsman idézve egy olyan kutyához hasonlított, amelyik ugat, de nem harap. Tehát a presztise, a személyes presztise és a nyilvánosság a legfőbb ereje. De a magyar adatvédelem ennek ellenére kompatibilissé vált az EU-ssal. De nem volt soha bírságolási jogkör. De a szabályok azért elég hasonlóak voltak. Viszont jött a digitalizáció, globalizáció, és hát fölmerült, hogy azért azok a
apróbbnak tűnő eltörések, amelyek a tagországok között megvoltak, ezek azért akadályozzák az egységes védelmét a személyes adatoknak. És ezért egy tárgyalási folyamat keretében úgy döntöttek a tagállamok képviselői, hogy az irányelvi formát váltsa föl egy rendelet. Magyarország egyébként ezt nem támogatta, mondván, hogy Magyarországon erősebb az adatvédelem, mint a rendeleti formában szabályzott elvek, de hát ez kapott többséget. Így gyakorlatilag a nemzeti jogalkotásokat eleve hatályon kívül helyezte a rendelet, amely egységesen alkalmazandó az Európai Unióban. És hogy miért mondta például a magyar kormány, szerintem teljes joggal, korábban az adatvédelmi biztosnak, miután ugyanolyan függetlenséggel rendelkezik, mint mondjuk a bíróságok, kompetenciája volt a bíróságok adatkezelésének az ellenőrzésére is, nyilván leszámítva azt, hogy mondjuk az, hogy egy bizonyítékot a bíró mért, vagy figyelembe mért, nem, hogyha az személyes adat, abban nem avatkozhatott bele. De a GDPR viszont kategorikusan kizárja az adatvédelmi hatóságoknak a bíróság ítélkezési tevékenységével kapcsolatos felülvizsgálatát. Ez például szűkítette a magyar hatóságnak a korábbi jogkörét. Tehát van számos előnye is a GDPR-nak. Én szerintem vannak hátrányai is. Én itt említeném ezt az egyablakos ügyintézési mechanizmust, hiszen ennek keretében mondjuk egy Facebookkal, Google-lal kapcsolatos panaszbeadványt nem mi vizsgálunk ki, hanem az ír adatvédelmi hatóság, és azért itt megjelenhetnek más érdekek is. Nyilván az írországi nagy tech cégek, amelyek ottani adófizetők, nem biztos, hogy az adatvédelmi hatóság bírságolása a fontosabb kérdés. Tehát ezek talán lassan kezdenek helyükre kerülni. Hát ez nem egy egyszerű dolog. De most az adatvédelmi szabályozás mellett számtalan új szabályozásnak is kell bejönnie, digitális tartalmak, mesterséges intelligencia. Tehát a digitalizáció, globalizáció gyakorlatilag tényleg eltünteti az országhatárokat, így a központosítás az észszerűnek tűnik. Egyes szakemberek azt állítják a jogi zsargonban, hogy a GDPR az egy ilyen jogi maffia, ugyanakkor az Európai Unió azt állítja, hogy mint a NAI és ennek a nemzetközi társai, ez ami a legjobban működik az Európai Unión belül. Így van ez? Én azt gondolom, hogy ténylegesen jól működik a többiekhez képest, és noha ugye a GDPR 18-ba lépett hatályba, 16-ba lépett hatályba, 18-tól alkalmazzuk. Tehát a tárgyalási időszaka és az elfogadása az még a migráns hullám megjelenése előtti, tehát nem volt kiélezve ez a fajta nemzetek szövetsége, vagy egy Egyesült Államok beli modell, de például ez az egyablakos ügyintézési modell. Az, hogy központosítva vannak a szabályok, közvetlenül érvényesülnek, noha hagynak szabad szabályozási területet a tagállamok számára is, de olyan formában, hogy a tagállami szabályozás nem lehet ellentétes az európai szabályozással, és még erre úgy is ráerősít az európai jogalkalmazás, a luxemburgi bíróság ítélete, vagy ítéletei, hiszen több is van, hogyha a nemzeti jog ellentétes az uniós joggal, akkor azt a tagállami bíróságok mellett a tagállami hatóságok is, így nevezetesen mi is, kötelesek vagyunk figyelmen kívül hagyni. Ez egy nagyon erős jogkör, ez olyan, mintha az Alkotmánybíróság mondaná ki a norma kontroll kapcsán, hogy ez alkotmányellenes. Nekünk kell kimondani,
hogy egy jogszabály az szembe megy az uniós joggal. Nyilván ennek megvan persze a jogorvoslati rendszere, akár a rendes bírósági, akár egy alkotmányjogi panasz keretében. Tehát itt, ezen a téren egy teljes központosítás valósult meg, és azért mégiscsak ez működőképes rendszer, de ebből én nem azt sugallom, hogy más következtetéseket is. Annál is inkább működés rendszer, hisz az éves beszámolóját azt hiszem egy tartózkodással mindenki elfogadta. Igen, én ennek nagyon örülök, és tulajdonképpen köszönöm is, hogy a parlamentben a parlamenti pártok a hatóság beszámolóit szakmai szemmel nézik, tehát nincs olyan vita általában a beszámoló kapcsán, amely politikai mederbe történne, vagy terelni a szakmai kérdéseket. Persze nyilván minden ügynek van politikai, vagy lehet politikai hullámokat kelteni róla, de azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy a, és nekünk ilyen szempontból nagyon jó kontrollunk a bírósági felülvizsgálat, hiszen a bírósági felülvizsgálatnál az eredményességünk messze 90% fölötti, tehát jó, ha támadnák a hatóság döntését, azzal a független bíróságokat is támadnák, amennyiben persze jóvá hagyja a bíróság a határozatunkat. Mindenki az ön ajkát figyeli, hogy a három nevűs jelentése miről fog szólni, hisz ígért a magyar népnek az NSZO-val kapcsolatban egy állásfoglalást. Hát azt nem tudom most megelőlegezni, hogy miről fog szólni, de azt el tudom mondani, hogy nagyjából úgy tervezzük, hogy a jövő hét utáni hétre, tehát a január vége, február első hetében nyilvánosságra tudjuk hozni a Pegasus jelentésünket, természetesen ennek a nyilvános részét. Ezt azért is fontos tartom, mert a Európai Adatvédelmi Testület ülésén a bizottság képviselői is részt vesz, és minden egyes alkalommal hangsúlyozzák, hogy nagyon várják az ügyben az adatvédelmi hatóság jelentését. Ez egyébként azért is érdekes, mert azért azt tudni kell, hogy az adatkezelés, amely történt, az nemzeti jog alapján történik. Tehát itt egy lényeges határ van, hiszen a nemzetbiztonsági szabályozás és a nemzetbiztonsági adatkezelés az nem EU-s jog, hanem az tagállami jog. De nyilván érdekes lehet a jelentésünk, már csak azért is, mert azért tudjuk, hogy nem Magyarország és Lengyelország az a két ország, amely használ ilyen jellegű szoftvert és adatkezelést. Készültem a mai beszélgetésre. Mégis ez a két ország került a mai beszélgetésre, és én nekem úgy tűnik, hogy az Európai Uniós tagállamok közül több mint 10 használják ezt. Igen, de mégiscsak Magyarország került képbe. Tehát miről fog szólni a jelentésünk? Nyilván egy jogszabályi környezet, amit szerintem fontos, ugye itt hiszen mindig arról is szó van, hogy a nemzetbiztonsági célú adatkezelések engedélyezése hogyan történik, milyen kontroll van felette. Nyilván a konkrét ügyek kapcsán az is érdekes, hiszen az adatvédelmi hatóságnak a tevékenységeit nem csak arra irányult, hogy a sajtóban megjelent nevek azok valósak-e, vagy a telefonszámuk. Pont ez a terület, amelyre nem lehet konkrétumokkal válaszolni, hiszen a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos minden adat minősített adat. De az is érdekes kérdés lehet egyébként, hogy ezek a telefonszámok, ezek hogyan kerülhettek nyilvánosságra, vagy hogyan kerülhettek el valakikhez. Nyilván itt ez olyan informatikai szakmai kérdés, amelyet szintén
meg kell néznünk, és hát természetesen a sajtóhírekben megjelent állításokra is azért amennyiben megpróbálunk reagálni. Tehát én azt gondolom, hogy úgy számolok ma, hogy ez egy ilyen biztos egy 50-60 oldalas jelentés. Akkor ez egy ilyen jó másfél órás sajtótájékoztató még a kérdések előtt. Igen, sajtótájékoztatón lehetőség van kérdéseket is föltenni, hisz amit el akar mondani, azt már elmondja. Nem 100%-ig döntöttük el a sajtótájékoztatót. Én azt gondolom, hogy ez a téma megérdemel egy sajtótájékoztatót. Nyilván fontos a COVID helyzet is, hogy egyáltalán lehet-e, vagy jó-e, milyen körben történjen ez, de azt gondolom, hogy amennyiben sajtótájékoztató, akkor nyilván kell. Az én NSZ-os megfigyeléseim szerint ön már megkapta a negyedik oltást, ez vicc, mert tudom, hogy megkapta. Igen, megkaptam a tegnapi. Úgyhogy a sajtótájékoztatóra, meghívóra mindenki hozza magával a bumaskát, a bizonyítékot, hogy megkapta már legalább a harmadik oltást, és tartsa meg a távolságot. Nagyon jó pihenés, még pihenjen előtte egy nagyot, mert csak felolvasni ezt az 50 oldalt, az is egy nagyon fárasztó dolog ez. Tucatnyi kérdésem marad, de hát a legközelebbi találkozónkon fogom megkérdezni. A pontos idő 8 óra 31 perc, és már 2 perccel lejárt a műsoridőnk. Köszönöm a lehetőséget. És köszönöm, hogy itt volt velünk, kellemes hétvégét, és visszavárjuk akkor minél előbb. Előzetesek, és már is következik, Virághalmi Sarolta, a Hír TV főmunkatársa. Tartsanak velünk!